Kiebben élek, de itt biztonságosabb. Veszélyben voltál? Igen, robbanások voltak. Szolomia esete nem tekinthető egyedülinek, bár rengeteg helyről érkeztek Kungvára, de egy valami összeköti őket. Minden gyerek a háború tanúja volt ott háború van, lőnek. Nálunk Csernyhívben nagy lövöldözés volt, épp a mellettünk lévő ház égett. Négy nap alatt értünk ide, itt minden nyitva van. Csernyhívben nem mehettünk ki a házból, állandóan a pincében ültünk. A felnőttek feladata a gyermekek védelme. Segíteni kell nekik, hogy visszatérhessenek a megszokott élethez, ami szórakozással, alkotással és tanulással érhető el. Az ungvári önkéntesek a háború első napjától kezdve gondoskodnak a menekült gyermekekről. Nagyon hálás vagyok a központ szervezőinek, mert akár több órára is idehozhatjuk a gyermekeket. Nekik nagyon tetszik. Minden reggel kérdezik, hogy megyünk-e az iskolába. Jelenleg az ungvári születésű Júlia Dub tart foglalkozást gyermekek számára. Hat éve élek Kievben. Őszintén szólva, nehéz volt ilyen körülmények között visszajönni Ungvára. Tervben volt, hogy tavasszal hazajövünk. Ez már hagyomány nálunk, de nem gondoltuk volna, hogy az életünk és egészségünk veszélyeztetése miatt kell majd menekülni, és hogy a házunkat lerombolhatják. Szülővárosában azonban feltalálta magát. Terveiről internetes oldalán írt. Már az első foglalkozásra több mint húsz gyermek jött el. Több jó szendékú ember segített a kellékek beszerzésében. Békeidőben is szerveztünk hasonló foglalkozásokat. Természetesen most díjmentesen tartjuk meg, hogy a gyerekek, akik stresszes állapotban vannak, és nem értik, miért kellett elhagyni otthonukat, miért rombolják le a házukat, kicsit ki kell zökkenteni őket ebből, másra kell terelni a figyelmüket. A gyerekek lelkesen kezdtek hozzá a munkához, kiszínezték a kaspókat, kiválasztották a virágokat, kaktuszültetés volt a feladat, ezek a növények nem kényesek. Sok ideig megvannak víz nélkül, könnyen megfogannak és alkalmazkodnak a ort körülményekhez. Sok gyermek számára ezek a növények szimbolikus jelentéssel bírnak a jövőt illetően. Ja, Hazaviszem, és emlékezni fogok arra, hogy itt jártam Ungváron. munkváron. A botanikusok szerint a növények lelki egyensúlyt kölcsönöznek, amire jelenleg nagyon nagy szüksége van a gyermekeknek is.